Sziasztok, az MX Gáz csatornát nézitek. Az egyik kedvenc barátunk, most már mondhatom szerintem, hogy barátunk, mert annyit találkozunk, mert meg együtt is motorozunk, jó, belerángattuk ebbe a Extreme Offroad Enduro-ba. Hát mindjárt elmondja, hogy miért ilyen motort vett, miket rakott rá, mert hallgatott azért mi tanácsunkra, hogy ne nyírja ki teljesen a gépét, meg magát se, és hogy került egyáltalán ebbe az egészbe bele, és ez mikkel jár, hogy egyáltalán elkezdesz extrém endurózni, mert persze ő se így született, ahogy mi sem. Mindjárt át is adom a szót, és akkor a Tomi is azért itt van mellettünk segítségnek, mert őnek is vannak azért kérdései, hogy mi már elfelejtettük, hogy hogy is kezdtük ezt, de a Viktornak még ez elég friss élmény, és el tudja mondani. Na, tessék, Viktor! Sziasztok, Helesi Viktor vagyok, és hát magamról röviden annyit, hogy a motorozás az gyerekkorom óta jelen van az életemben. A terepmotorozás és azon belül ez a hard enduro, ez pedig csak a közelmúltban került hozzám közelebb. Ebben része van a mellettem álló két úriembernek is. Sajnos, már várom. Hála Istennek, ez egy nagyon jó sport, de nagyon nehéz az eleje. És annyit mindenféleképpen elmondanék előzetesen, hogy én a motorozásról alkotott véleményem, pontosabban a motorokról egy kicsit megváltozott azzal, hogy belekerültem ebbe a nagyon kemény műfajba, még ha csak hobbi motorosként is. Ugyanis az én elképzelésem az volt, hogy a motorok azok, ahogy gyárilag meg vannak építve, azokkal a felszerelésekkel és azokkal a paraméterekkel el kell, hogy lássák a feladatukat, viszont vannak olyan nehéz körülmények, mint például a hard enduro, ahol ugyanúgy, ahogy magunkat védjük a protektorokkal és az egyéb dolgokkal, a motor működőképességét, állagátnak kell óvnunk különböző kiegészítőkkel, és hát mivel én ebben a szakákban abszolút járatlan voltam, a motor is egy hosszabb kérdezősködés, kutatás után lett megvásárolva, ez a motor, bekerültem ebbe a boltba, betévettem, és itt a Tomi barátom mindjárt egy halom ajándékkal, amiért fizetni kellett a végén, azzal elhalmozott, és akkor egy kicsit én nekem ez túlzásnak tűnt, majd elvitt motorozni, bevitt engem ebbe a világba, és rájöttem, hogy hát egy kicsit sem volt túlzás, sőt, további dolgokat kellett a motorra megvásárolni. Hát ahogy ránéztek erre a motorra, látjátok, hogy rengeteg plusz dolog van rajta, és a jelek 70 óra alatt, amik rákerültek, azok a mindegyiknek a létjogosultságát mutatják. Ennyi a előzetesen. Mi legyen? Tomi. Péter, és mi volt neked annak idején, amikor kitaláltad, hogy te endurózni szeretnél? Mert te azt se tudtad, hogy te tulajdonképpen hard endurózni szeretnél. Csak azt tudtad, hogy te szeretnél az erdőbe motorozni. Körülbelül ennyi volt, nem? Vett egy papíros motort, majd motorozol az utcán, bemész az erdőbe, gondolom. Tehát, hogy tulajdonképpen mi volt az, ami neked segítséget jelentett, amikor el tudtad dönteni, hogy neked milyen motorra van szükséged, hogy körülbelül milyen védő az, amit meg szeretnél venni, mert úgy jöttél ide be először, hogy neked kell egy nagy aljavédő, ez a nagy pitek aluminium. Tehát hogy jutottál idáig, ki segítettek, hogy mire érdemes ügyelni egy olyan embernek, aki ugyanitt tart, ahol te, és szeretne motorozgatni. Hát az eleje az úgy kezdődött, hogy tetszett a sok videó, amit láttam. Enduron volt, ezek a nagyobb testű, négy ütemű nagy endurók. Aztán eljutottam arra a szintre, hogy mivel láttam, hogy ez a jelenleg két ütemű, főleg ami favorit a most endurózó emberek között, így ráléptem arra a szintre én is, hogy lett egy modernebb motorom, és ehhez próbáltam kiegészítőket vásárolni, hogy megvédjem őket, és az egyetlen bolt volt a környéken, ahova bejöttem, és a kezembe tudtam venni. Ráadásul hozzáértő szakemberek, azaz ti tudtatok nekem segíteni abban, hogy mi meg abban is, hogy összetörd a motort. Ez így van. Ebben nagyon profik vagyunk, bejön valaki, eljön velünk motorozni, és tuti azonnal rájön, hogy kellenek hozzá cuccok, mert velem is volt a Viktor a bányába, nem sokáig, utána a Tomi is elvittem motorozni, úgyhogy hamar rájött, hogy kellenek a védő cuccok is, és ugye új karosszéri elemek is kellettek rá elég hamar, de hát mi is így kezdtük, csak mi már egy kicsit túllendültünk, de hát mindenki így kezdi, mert senki nem úgy születik, hogy profi, a Jarvis kivéve, ugye. Te is hogy jellemeznéd az első motorozásunkat a messzi Romániában, a legelsőt? Hát ezt úgy tudnám jellemezni, hogy azelőtt volt, ugye, hogy felszereltem a motort, és
az volt, amit említettem, hogy erős túlzásnak éreztem, amit megvásároltam rá. Majd minden maradékot letörtem róla, ami nem lett megvédve. Kitörtem a lámpát, magamat össze-vissza törtem. Rájöttem, hogy ez egy egészen más felkészültséget igényel. Az életemért küzdöttem konkrétan 6 órán keresztül, és... De ezek örök élmények egyébként, tehát bármikor ezt, mikor már nem fogsz tudni menni, akkor is erre már utána mindenki röhög rajta, mert ott csak mi röhögünk, mindig azon persze, ha én esek el, akkor a többiek röhög, mindig azon röhögünk, aki fekszik, de utána már mindenki röhög rajta. Így van. Az és egész motorolásból, ami nagyon tetszett, amikor mentünk vissza az autóhoz, és életben voltam. Ennyi. Ez volt a legpozitívabb része. Pozitívumok. De hát így kezdődnek a szerelmek, tehát én is így lettem egy fajta rabja ennek a műfajnak. Hát egy párszor össze kellett szednem magam ahhoz, hogy következő alkalommal is nyeregbe üljek ilyen körülmények között. És hát mondom, a motoron látszik, hogy ami rajta van, az nagyjából rajtam is volt. Ez a rengeteg sérülés. De hát ezek az elemek, amiket én itt felszerelgettem rá, nagy részét megóvják a cserétől. Beszéljünk még arról is egy kicsit, hogy ez hogy épül fel lelkileg, hogy a Viktor is itt van velünk, ugyanúgy jár motorozni, pedig először óriási kudarcok érték, és mégsem adja föl, és nem azért, mert extra erős, hanem ez valamiért megtetszett neki mégis. Mesélj már erről egy picit, hogy ez hogy van az, hogy mégsem adtad föl az első kudarcok után. Szerintem ez kell egy embertípus is. Sokan keresik a kihívásokat, ez azért fizikai is, a motorsport is benne van, ami nagyon sok férfi számára egy életen keresztül egy álom, egy vágy, hogy ebben tudjon valami olyat alkotni. A saját határaink feszegetése a cél. Néha túllépése. Néha így van, túllépünk azon is. Én úgy éltem ezt az egészet meg, és ezt nem vízből mondtam, az első motorozás után. Visszamentünk a motorhoz, örültem, hogy életben maradtam, hogy nem tört el semmi. De hát borzasztó lelkiállapotban mentem haza. Azt éreztem, hogy valamiben nagyon rossz vagyok, amiben azt gondoltam, hogy azért közepes szinten legalább, de megállom a helyem. És a következő motorozás is úgy történt, hogy hát Tomi felhívott, hogy megyek el vele tovább motorozni, és meg is voltam lepődve az első alkalom kudarcai után, hogy van, aki ezt a Burless filmet végignézve még úgy gondolja, hogy szükség lenne további kínzásomra. Hát ezek szerint tetszett neki. Neki igen, igen, meg hát az se baj, hogyha visszanéznek a nál már rutinosabb motorosok arra, hogy ők honnan kezdték ezt, talán ez is nekik egy jó érzés lehet. Meg hát most is azt tudom mondani, sokszor úgy indulok el motorozni, hogy az elején azért bennem van még az aggodalom, hogy ne sérüljek meg, ha lehet a motor is valamilyen formában maradjon felismerhető. De még mindig bennem van az izgalom. Van egy nagyon fontos ismérve a jó motorosnak szerintem, aki emberileg alkalmas erre a sportra, hogy ez egy nagyon, szerintem egy nagyon megterhelő lelkileg is, meg fizikailag is abszolút. És minél jobban haladsz az úton előre, nyilván a lelki teher az gyengül, de a fizikai nem. Maximum ugye edzettebb leszel, hogy mindenki ebbe belecsöppen, meg ahogy ő ebbe belecsöppen, gyakorlatilag gyanútlanul érkezett, nem tudta, hogy mire számítson. És vannak olyan típus emberek, akik ugye dobálják magukat, hisztiznek, rönganek, rugdálják a motort, most sovat nem. Még én azt annyira nem nagyon tudom díjazni, viszont ő szó nélkül tolta, úgy, ahogy közülünk bárki, és nem adta fel egy pillanatra se, pedig fél óra után összeomlott. Én ott egy forintot nem adtam az életéért. Aztán most ma tartunk, hogy egy fél éve gyakorlatilag heti kettőt megy. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy azok, akik úgy érzik, hogy ez egy lehetetlen küldetés, de azoknak ez egy tök jó példa, hogy nem szabad feladni, mert gyakorlatilag szerintem a magyarországi hobbimotorosoknak a túlnyomó többsége körülbelül attól függően motorozik a saját maga szintjén, hogy mennyire sok időt tölt a motoron. Tehát azért lehet tehetségről beszélni, jól vannak kicsit ügyesebbek, de azért a nagy többség összességében A rutin választja szét a... Erre szoktam én azt mondani, hogy én sem vagyok ügyesebb, mint bárki, aki eljön velünk, itt a Viktor eljött a bányába motorozni, az választ el a kettőnket egymást, hogy én mondjuk csak úgy mondok, hogy 10 000 kilométert mentem ilyen körülmények között, meg az első 500-nál tart. Ha én ügyes lennék, akkor az Extreme Enduro VB-n motoroznék, de nem vagyok ügyes, annyi, hogy rutinosabb vagyok, mint ő is, mikor
ennyi kilométer, vagy ennek a felénél lesz, ő ugyanúgy tudja majd megcsinálni ezeket a feljárókat, mint én. Egyáltalán nem ügyesebbek, csak már rutinból csináljuk meg ezeket. Igen, és mindig lesz jó. Tehát azt kell mondjam, hogy én közepes motoros vagyok, mindig rá kell jöjjek, hogy mindig van feljárók. Tehát hogyha úgy érzem, hogy még akár egy bizonyos körön belül is relatív jónak számítok, egy héten belül elkenik a számat, és csak is dolgok. Úgyhogy egyáltalán nem kell bárkinek is olyan álmokat élegetnie, hogy világbajnok lesz. Jelenben viszont ez egy nagyon hobbi, amivel jól tudod magad érezni, hogy kitartó vagy. Az én gondolatom arról a pár szóban, hogy milyen érzés elmenni kezdőként egy ilyen csapattal motorozni. Hát az egyik nagyon nagy kudarc az, amikor látod, hogy rutinosabb, több órát motorozó emberek között mennyire ügyetlennek számítasz. A másik, ami viszont motivál, hogy ők is emberek, tehát valahogy ezt elérték. Mivel én is makacsul ragaszkodom az ilyen dolgokhoz, és nem vagyok hajlandó lejjebb adni annál, amit szeretnék elérni. Mertem feltételezni, hogy előbb-utóbb talán utolérem őket, ehhez viszont tényleg sokat kell motorozni. És újra föl kell állni, amikor a motort már leszették rólad. Úgyhogy nagyjából egy... Egy jó sztorit hadd összekenni ezzel kapcsolatban. Olvastam a Facebookon valamelyik motoros társ, valamelyik Facebook csoportba beírta, hogy miért gondolja azt, hogy ez a hard enduro, meg ez az enduro, ez egy olyan, nem különbözik azoktól a sportoktól, amit mondjuk egy pályán végzel. És mert arra hivatkozott, hogy a pályára bármikor kimész, pihensz, vagy éppen abba jöd és hazamész. Még mert egy nagyon történetem van, majd megkérdezik Csabit, meg Viktor, nekik mi a legrosszabb élményük a hard enduro, meg az enduro világában. Hát én elmondom nektek, még mikor, körülbelül 7 évvel ezelőtt elvittek motorozni, SXF-fel nyomultam az enduro világába, tökéletes választás, ugye motorosan kell, és esett a hó. Elmentünk be a hegy gyomrába, nem voltam GPS, nem voltam telefon, azt sem tudtam, hol vagyunk, csak mentem a sor után. Szerintem voltunk egy hatan, hadd mondjam, hogy nem tudtam felmenni egy feljáron, és ültem a hegynek egy gyomrába, mindenki elment, hát totálban voltam pánikóval, mondom, én biztos, hogy itt fogok meghalni, itt fogok megfagyni, ezek hulla leszek, mint egy hegyi hulla. És nagyon-nagyon frankon bestresszeltem, tehát nagyon-nagyon megviselt a dolog, én tényleg totálban voltam szarva. És akkor nagy valahogy felesztergáltam a feljárónak a felé, és akkor látom, hogy hát jön egy ember, két ember, hallok valamit, hogy önnek értem. De hát mire idege jutottunk, hát én totál károsra vettem az agyamat. És nem tudom, hogy kinek van meg ilyen sztoriai, de tényleg ez igaz, hogy igazából van egy gyomrából, ha egyszer megakadsz, és meg nincs segítséged, vagy olyan túlvezető, aki figyelmes, és nem azt mondja, hogy hello, szia, hát akkor elég komoly lelki tehernek, hogy ítélve meg, mire haza elvicc kész, tehát ott a hóba este, nem tudom, mi lett volna. Úgyhogy csak kérdezek titeket, hogy mi a volt ilyen sztoritok? Nekem sok, persze, de most már azért ugye elbóklászok a többieket, de azért van ilyen, de egyébként ott ez alapszabály, hogy senkit nem hagyunk ott az erdőbe. Mert bárkinek lehet olyan rossz napja, vagy nem adja ki, vagy olyat esik. Úgyhogy ez ott szerintem ez alap, hogy senkit ne hagyjunk ott. Viktornak meg lehet, hogy még van egy-két hát, kis. Nekem annyi, hogy minden feljáró, amit nem tudtam fölmenni, azt mondták, hogy azon megyünk tovább. Úgyhogy négyszer-ötször lehúztam a motort, próbálkoztam, újra forgattam, ahogy tudtam. Aztán a vége az volt neki, hogy amikor nagy nehezen felesztergáltam magam két-harmadig, meg látták, hogy már össze-vissza törtem magam, akkor jöttek velem szembe, hogy akkor lent megyünk tovább. Igen. Úgyhogy... Ez alap. Igen. Tehát, hogy... Nem jó, hogyha egy kezdőnek azt mondják, hogy ezt ha meg akarod csinálni, akkor megcsinálod, mert egy lelki trauma, egy félelem, egy nagyon nehéz döntés, hogy az ember újra fölmenjen, újra tudja, hogy nem fog feljutni, újra el fog esni. És egyre kevésbé jutsz föl. Így van, és a legrosszabb az, hogy ahelyett, hogy egyre tovább jutnánk, egyre kevésbé. De hát innen kell valahogy felállni, és amikor legközelebb az ember azt a feljárót meglátja pár hónap múlva, és nevetve megcsinálja, akkor jön rá, hogy pár hónap alatt is el lehet érni bizonyos eredményeket, még hogyha ez a többiek, akik rutinosabbak, azok számára egy egyértelmű dolog, de akár ilyen kis sikerekbe is lehet kapaszkodni. És tényleg azon az elején pont te mondtad nekem, hogy az elején egy nevetséges, füves, egyszerű fel domboldalon nem tudtam felmenni, mert már annyira elaggódtam az egészet, és te mondtad, hogy pár hónap múlva idejössz és röhögni fog saját magadon, és ez így is volt. Ez így van, abszolút. Ez így is volt. Én máig röhögök saját magamon.
a teljesítményem megkívánja. Persze, de hát egy fejlődésnek ez a menete. És itt átadom a helyem, hogy nektek, mert itt majd szerintem Viktor... Ja, igen, beszéljünk még arról, hogy mit tart a Viktor olyan kiegészítőnek, amit tényleg érdemes megvenni, és el tudja mondani szerintem, hogy mi az, ami bevált, és tényleg megóvta a motorját, vagy könnyebb vele motorozni, mint mit én a Prékről, ő elmondja, hogy ő neki hogy tetszik. Akkor átadom a szót, aztán mondd el, hogy mi az, ami szerinted jó vétel volt. Hát én kétfele bontanám a dolgokat. Az egyik az ugye a motor állagvédelmét szolgálná, a másik vonal pedig az én kényelmemet, vagy a könnyebb kezelhetőséget. Hát alulról kezdeném, optimális esetben onnan kapja a legtöbb és legnagyobb ütést. Ami miatt én ebbe a boltba bekerültem, az alumínium, aspajzs, rezonátor, védő. Igen, te azt hagyj vágja közben, hogy itt sokan aggódnak, hogy ez megtelik sárral. A Viktor egy nagyon élelmesen ezt szokták főrögni, hogy látjátok ezt a hálót, és ez megfogja a sarat. Úgyhogy ez így jó, és ez amúgy tényleg egy iszonyat masszív, tehát ez... Ez így van, és nekem azt tetszik benne, mert ugye több megoldás van rá, van, ahol a rezonátornak a korpadás elleni védelme van megoldva. Itt viszont a felütés ellen, tehát nem fog kitörni a hengerből, mert ez a haspajzs gyakorlatilag egyben van. Azon kívül a féktárcsáknak a védő alumínium kis kiegészítői, azok elől hátul fönt vannak. Hát, hogyha ránézünk a hátsók, nem tudom, hányszor hajtottam vissza helyére. Ami nagyon fontos, egy apróság, de nekem nagyon, ezt most cseréltem ki. Az eredeti az olyan 60 órát bírt, szakatokra volt szakadva, és most a hidegekben már egy lehúzásnál az egyik lejött, úgyhogy most kicseréltem. Alatta úgy néz ki a teleszkóp, mint amikor a gyárba elhoztam. Tehát tökéletes munkát végzett, az nekem nagyon nagy, hát, hogy is mondjam, az egy kicsit fölöslegesnek tűnt, túl vékonynak találtam, de végzi a dolgot. Látod, hogy ilyet is raktál fel, ugye ezt a Tomi először elfelejtette, tehát a telón meg is látszódott. Így van. Ennek... Te ezt már okosabb voltál, mert fölraktad. Igen, én lehúzás, elcsúszás, domboldalról lecsúszás sajnos megkarcolgatja, úgyhogy nem a működésében. Igen, hát ami nagyon abból is a pétek van rajta, látom a legmasszívabb. Igen, hát a hűtővédő az egy nagyon komoly dolog, egy nagyon jó találmány. Én nekem ez az oldal, ez most utoljára kapott egy ágat. Hihetetlen, de hát egy 20-as tempóról nullára fékezett engem, a hűtőnek semmi baj nem lett. Igen, ez a lemez egy picit meg van hajolva, de semmi nem történt, eltört ez a műanyag rajta. Hát vannak ilyen esztétikák, mint például, amit ezt is mutattunk hátul, a lengővillának is a védőburkolata az oldalsó karcok ellen védi. Akkor, látom, az ülést is kicsit, ez érte az eleted jobb vele motorozni, vagy puhább, vagy keményebb, vagy kevésbé csúszik, vagy mi az? Nekem ez kemény volt, az első alkalom, amikor mentem bele, egy kicsit túl kemény volt, aztán a következő motorozásnál nem is éreztem, tehát nem is tudom, mi volt a bajom, de a gyárihoz képest keményebb, jobban tart, nem kell annyira húzni a kormányt. Mm-hmm. Meg ami nekem nagyon fontos, hogy hát ha megnézitek, azért van rajta egy pár kiszakadás, a gyári az ugye húzatos, tehát az hogyha a húzat kiszakad, akkor javításra szól, ez nem. Igen. Úgyhogy az egy masszív dolog. Hát így tovább menve, van ott egy védő a szenzornak, a TPI szenzornak, az még nem láttam, hogy sérült volna, de az volt, amit minden motoron látok, mert egy érzékeny része a motornak. Lábtartó cserét észrevetted a gyárihoz képest? Hát, vagy azt? Több pozitívum is lett, amit viszont tényleg csak ilyen erdei körülmények között vettem észre, az volt, hogy sokkal könnyebben kimegy rajta a sár, a falevél. Hátrébb van, lejjebb van egy kicsit. Én szintemen ez annyira még nem volt érezhető, viszont az igen, hogy bárhova lépek, lábtartót találok. Tehát, hogy egy nagyobb lábtartó, nekem jobban lábra áll. Váltókat látom, kicseréled, arra emlékszem, igen. Hogy miért, az együtt igen. Voltunk. Igen, az sajnos az letört. Ezt talán amúgy jobban bírja, mint a gyári, nem annyira rideg az anyaga. Hát igen, ez azok elég hamar törnek. Igen. Beszéljünk, hogy a Clay, hogy neked hogy vált be, vannak akik idegenkednek tőle, valakinek tetszik. Mi használjuk, én is használom, a Tomi is. Nekem ez talán a legnagyobb pozitívum. Az én kényelmemet szolgáló kiegészítő közül a legnagyobb pozitívum a Clay. Nekem nagyon bejött. Én nekem ugye ennél a szakágnál, tehát nem onofálásban használjuk a kuplungot, hanem folyamatosan folyatva,
rengeteg, tehát szinte folyamatos használatban van. Ez egy 6 órás motorozásnál kikészíti a, igen, az ember kezét. Hanem ez van fönt, hanem a gyár. De annyi féleképpen állítható, hogy gyakorlatilag az érezhetetlenül puhától a gyárinál is keményebbig lehet állítani. A fogáspontját másodpercek alatt lehet áthelyezni. Úgyhogy én nekem egy nagyon... Ez talán ez a kezelőszervek közül, ami egy hatalmas dolgot hozott. Kézvédőben azért masszív van fönt, és még ezen is látszik, hogy már azért kapott az élettől, mert ez itt gyárilag egyenes, most már egy, van egy bizonyos szög, amit így lefed, de végülis ez a klék elfér alatta, itt is ARC kar van, ez is elfér, úgyhogy jelentősége nincs összetörnemtől, csak elhajtani. Ezt nemrég cseréltem ki rajta, mert az eredeti az darabokra szakadt. Lámpa, az végül is betört a gyári, de volt már, hogy kellett használni, hogy persze, de most így télen van azért, hogy 4 óra fél öt után besötétedik, ha később érünk is, tehát nappali világosságot csinál. Van még egy fontos dolog, ami eszembe jutott. Vannak ezek a hűtőre szerelt védő pajzsok, és hát ennek a jobb oldalára a hűtőventilátor, ami gyári alapfelszereltségen nincs fönn, ez itt ebben az esetben föl van, tehát integrálva van rá, van egy kialakítás, ahol fel lehet szerelni. Most ez is egy olyan dolog volt, amire én nem számítottam. Télen kiment a biztosíték a ventilátornak egy vezetéksérülés miatt, és 5 percenként forraltam a vizet a ventilátor nélkül. Tehát az egyik nagyon fontos része a motornak szerintem az, hogy a hűtőt egy ventilátorral, a hűtését segítsük. Gyakorlatilag ez egy ki nem hagyható dolog, meg hát még van a tankban, ugye, hogy kannából tankolok a szűrő, igazából én nekem nagyjából ennyi a motora. Hát a ventilátornál azt tudni, hogy egyébként gyárilag a kiállás megvan, csak gondolom költséghatékonyság miatt a ventilátor már drága lenne a gyárnak, úgyhogy az nincs rajta, de szerencsére a kiállás megvan, tehát az, amit nálunk veszel gyári ventilátort, a hűtővédőn megvan a helye, összedugod, itt van egy relé, arról van már egyébként egy videónk, az bedugod, azt ne felejtsétek el, ha nem dugod be, akkor hiába dugtad össze az első csatlakozót, nem fog elindulni, összedugod és akkor megy, annyi, hogy meg kell rá venni, anélkül kinyúvasztod a motort, tehát állandóan forralni fogod, úgyhogy azzal megkíméled a motort is, meg magadat is a hazameneteltől. Így van, amit én még nem szereltem be a motorba, de az biztos, hogy befogok, az a hűtővíznek a tágulási tartálya, hogyha esetleg mégis úgy járok, mint a múltkor, hogy megforralom a vizet, mert nem működik a ventilátorom, és ez mondjuk egy olyan helyen történik, ahol nincs segítség, akkor jó, hogyha van egy utol, de segíts ki, van egy utol, ahol beépíthető tartály, amiben a túl... Igaz, belenyomja utána a vizet, és akkor visszahűl, mivel vákum keletkezik a rendszerbe, vissza is szívja, tehát legalább vizet nem vesztesz. Így van, és akkor nem kell itt ilyen ásványvizekkel töltögetni a hűtővizet. Igen. Amit még nem beszéltünk meg a motorról, az a trublisztra megy a hátul, végül is így akkor. Többféle megoldás közül azért választottam, mert akikkel beszéltem, többek közt is javasoltátok. Hát itt tudod állítani a nyomás, a múz is amúgy olyan, hogy defektmentes abszolút, ezt ha szétvágod a külsőt, akkor nem defektmentes, de általában inkább ilyen vagy felütéses defekt, vagy ami kiszúrja, az, hogy kivágná valami a külsőt, az a ritkább, de végülis ezzel is akkor tudsz venni nulla bárral, hátul amúgy is majdnem nullával megyünk, viszont itt tudod állítani a nyomást, tehát a múz az mondjuk egy bárnak felel, meg hátul meg megyünk 0,2-vel, ami nagyon nem mindegy egy főjáróba, hogy ott, ahol te kapirgálsz egy helyben, ott megállok mellette, és onnan még el is tudok indulni. Ez így van. Hát, hát itt a védőket elmondom, én állok a motor ezen az oldalán, látom a kipufogó, rajta van az Acerbis védő, ha egyszer majd el akarja adni az ember, akkor nem árt, ha nem töröd össze, lengővillavédő, rajta van az is, igazából látszik a lengővillavédő, hogy agyon van karistolmos, az mind a villán lenne. Acerbis oldalvédők rajta vannak, az is azért a kuplung oldalt azt viszonylag könnyű beszakítani, ott a túloldát nem annyira, de azért ezt párba adják, úgyhogy akkor már nem árt, ha rajta van. Kapaszkodó ugye az mindenkinek kell, a Viktornak is kell, itt ez, egyébként ez azért sokkal jobb, mondjuk pont a túloldán állunk a motornak, mert itt sokkal nagyobb erőt tudsz kifejteni, de itt kéne a csuromsaras motort fogdosni. Úgyhogy ezeket akkor mi rábeszélve a Viktorra, ő nem is ellenkezett, hogy ezek kellnek, és szerintem a mai napig ezt most már legalább tudja, hogy ezek kellenek. Mi az, ami még elmondható róla igazából?
Hát, megmondom őszintén, hogy nagyjából ennyi, amit én tudok. Áttétel lett rajta, megváltoztatok. Ja, 13.52, és az be is vált. Igen, nekem bevált annyi, hogy a láncot egyszer kellett rajta cserélni, mert az első kis fogaskereket ezt kicsit elhajtogatta. Uh-huh. Nekem bajom nem volt vele. A másikkal állandóan lefulladoztam, a feljárónak már az első egyharmadában megállt a motor, hozzá kell tenni, hogy ez egy 250-es, tehát... Itt mondjuk amúgy sokan el vannak tiéd az áttételtől, nem lesz erősebb a motorod, hanem annyi, hogy igazából eltolod azt a tartományt, ahol leadja az erét, tehát az, amit nekem is volt 250 TPI, az, amit egyes tetejébe tudtam volna, ahol kontrollálhatatlan egy ilyen 250-es, ahol nyitva van a power szelep, azt így kettes aljába tudod, ahol viszont iszonyú finom a motor. Tehát ezek a power szelepes modern kétütemek, ahol kinyit a power, ott azért nagyon kell tudni motorozni, hogy uralda a gépet, viszont még nem nyit ki, addig így folyatva állom vele menni, és ezzel is, hogy hátul nem 50-es, vagy 52, így a kettesbe tudod azokat, amit egyesbe tudnál üveggázon, ami azért nem egyszerű a mi szintünkön. Hát nagyjából ennyi. Hát igazából ennyi. Köszönjük, hogy megnéztek, reméljük, hogy sok mindenkinek tudunk ezzel segítséget adni, aki most kezdi, vagy esetleg már el is kezdte ezt a extrém enduro sportot, én mindenkinek javasolni tudom, de most már Viktor barátunk is így, hogy belecsöppent, és most már belecsöppent, már nyakik bennem, már ki se tud belőle jönni, de szerintem megszerette így a mi biztatásunk, és reméljük, hogy tudtunk neki is segíteni. Sziasztok! Sziasztok!